Köszönöm Önöket, ez itt az esti mérleg, ezúttal innen a Börgöndi repülőtérről, ahol kis túlzással, de 30 éve a fejlesztések tekintetében legalábbis, de megállt az idő. Most egy petíciót adnak át a fejlesztés ügyében, erről lesz a mai mérlegben, tartsanak velünk! Érdeklődve figyeli a kislánya bemutatót a Börgöndi Légi Parádén. Ezreket vonzott a hétvégén a rendezvény, amit idén már 24. alkalommal szervezett meg az Albatrosz Repülő Egyesület a Börgöndi Repülőtéren. Azon a helyszínen, ahol már három évtizede tevékenykedik a szervezet, noha érdemi fejlesztés az elmúlt 30 évben a területen nem történt. Tehát ez a a ami kaotikál, láthatónak távol jelzi, és ez az összes lehetőségünk. Sziládi Dezső mutatja a reptér területén található egyetlen mosdót, ami felett már jócskán eljárt az idő. De nem csak a vizes blokk, az elektromos hálózat és az egykori tűzoltószertár is szomorú képet fest. Turizmus, megy a turizmus jönnek is A elnöke azt is elmondta, éves szinten hány lehetőségtől esnek el a rossz körülmények miatt. Több európai és világversenyszervezési jogát veszítette el az egyesület az elavult infrastruktúra miatt az elmúlt években. És bár saját erőből próbáltak fejleszteni, például hangárok építésével, a reptér állapota folyamatosan romlik. Ugye pár évvel ezelőtt ünnepeltük Székesvel repülés történetének századik évfordulóját, és akkor egyfajta kutatást is rendeztünk annak érdekében, hogy mi is volt ez a történelem, ez a száz év. Kiderült, hogy Székesfehérvárnak egykoron négy repülőtere volt, és a jelenlévő bőrgöndi repülőteret a 30-as évek közepén kezdték el építeni. Kimondottan aztán a háborús célokat szolgálta ki. Itt a második világháború alatt volt Messzer és Stuka repülőgépeknek az átképző központja. Majd amikor a front áthaladt a város felett, akkor természetesen orosz repülők jelentek meg. Későbbiek folyamán is a honvédségé volt a hadseregé a a repülőtér, és itt legutoljára az Asbót Oszkár Futár Helikopter Ezred teljesített szolgálatot. Tehát jelentős a száz évben a katonai múlt. Mi 1995 óta vagyunk itt a területen, és azóta üzemeltetjük a repülőteret. Gyakorlatilag a rendszerváltás óta mondhatjuk azt, hogy itt a helyzet változatlan a reptér tekintetében. Így van. Amikor mi ide kerültünk, akkor itt egy működő alakulat volt gyönyörű állapotban voltak az épületek, a laktanya rész, a laktanyán kívül eső lakótelepi rész. Sajnos látható, hogy az elmúlt több évtizedben ez teljesen nullára amortizálódott. Amit mi megkaptunk épületet, az jó állapotban megmaradt, és ez a régi tűzoltóépület melletti területen kaptunk lehetőséget két hangár építésére. Ez is természetesen jó állapotban van. Ez az összes infrastruktúrája a Börgön repülőtérnek, ami összességében majdnem az utolsók közé sorol bennünket a vidéki repülőterek vonatkozásában. Hát ez nem tartható fent természetesen, azonnali intézkedést igényel ennek a területnek az infrastruktúra bővítése. A Börgöndi repülőtér fejlesztése is bekerült a Modern Városok programba. A fejlesztés előkészületei zajlanak, jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium készíti elő az anyagot, amiről jó esetben egy éven belül születhet csak kormánydöntés. A reptér állapota azonban folyamatosan romlik, ezért azonnali lépésre szánta el magát az Egyesület. Székesfehérvár volt az első, aki jelezte, hogy Börgön repülőteret a Modern Városok programjában szeretné fejleszteni. Erre nagyon gyorsan el is készült az a megvalósíthatósági tanulmány, ami tükrözte azt, hogy igen, itt van létjogosultság egy regionális kis repülőtérnek, amely kiszolgálja a sport és üzleti célú repülést. Aztán, ahogy a Modern Városok program ment körbe az országba, minden olyan város, ahol repülőtér volt, ennek okán ő is bejelentkezett, hogy szeretné a repülőteret fejleszteni, Szeged, Békéscsaba, Debrecen. És hát érthető módon a kormány azt mondta, hogy akkor ezt kezeljük egy csomagba, és akkor meglátjuk, hogy valóban melyik repülőtér alkalmas a fejlesztésre. Ez nagyban lelassította a munkálatokat, hiszen a a többi repülőtér nem volt felkészülve olyan tervekkel, amiket azonnal be lehetett nyújtani. Tehát itt még ebben a vonatkozásban kormánydöntés nincs. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz, csak egyelőre vizsgálják a megvalósíthatóság feltételeit. Mai napon egy petíciót adnak át Székesfehérvár polgármesterének, mi a petíciónak az alapja? támogatói aláírásokat gyűjtöttünk Börgön repülőtér infrastruktúrájának fejlesztése kapcsán, hiszen ha mai nap születne egy kormánydöntés, akkor is hosszú évek telnének el, mire itt az első kapovágás megtörténhetne, hiszen ide utat, közművet, vizet, szennyvizet és egyéb infrastruktúrákat kellene hozni, aminek értető módon a tervezése, közbeszerzési eljárások lebonyolítása, kivitelezése éveket vehet igénybe addig is működni kell ennek a repülőtérnek. Tehát erre az átmeneti időszakra szeretnénk kérni a város támogatását, hogy bizonyos átalakításokat, felújításokat meg tudjunk tenni itt a repülőtéren. Nagyon fontos lenne a közösségi épületnek a mai elvárható szintre való átalakítása, hiszen a, a, a Mosdóhelységektől kezdve minden borzalmas állapotban van. És a repülőtérnek nagyon nagy szüksége lenne hangárépületekre, hiszen olyan igény van a repülőgép tárolásra, amit nem tud kiszolgálni jelen pillanatban a repülőtér. Ugyanakkor a költségek pedig minden évben növekednek. Tehát valahol önfenntartóvá kellene tennünk ezt a folyamatot, nem beszélve arról, hogy közben fut egy nemere projekt, ami kezd a végéhez közeledni de egy 20 méteres fesztávú repülőgépet addig nem tudunk összeépíteni, még olyan hangárban nem tudunk dolgozni, ahol ez a munkálat befejezhető. Az Albatrosz egy petíciót adott át a polgármesternek szerda délután, melyet több mint 2300-an írtak alá. Azt szeretnék elérni, hogy a modern városok programban foglalt fejlesztések elindulásáig a legszükségesebb infrastruktúrális beruházások történjenek meg a reptéren. Úgy tűnik a kéréssel tárt kapukat döngetett az Egyesület. Aláírással kaptam meg ezt a bizonyos kérést, petíciót, hogy kezdődjön el a repülőtér fejlesztése. Fontos egy kicsit korábbra vissza mennünk, visszaugranunk. Ugye ez nagyon-nagyon régóta több évtized a repülőtere már Székesfehérvárnak. Aztán volt egy időszak, amikor veszélybe került, hogy ez biztos repülőtér tud-e maradni. Az Albatrosznak és ennek a közösségnek nagyban köszönhető, hogy ez minden fejlesztési elképzelés között, de mindig úgy szerepelt, hogy repülőtér maradjon és a szomszédipari terület pedig valamilyen ehhez kapcsolódó ipari tevékenység befogatására legyen alkalmas. Tudjuk, hogy több tulajdonosa volt ennek a területnek ezen időszak alatt, mindegy két, két és fél évtized alatt, és pár évvel ezelőtt a Modellvárosok program részévé tudott válni a repülőtér fejlesztés, és ennek egyik első elemeként meg tudtuk vásárolni önkormányzatként állami forrásból ezt az egész terület együttest. Ebbe beleértjük a repülőtér területét, és beleértjük a mellette lévő ipari park besorolású terület együttest is. Ez ma már tehát az önkormányzat, az a közösségünk tulajdona. Ezután közös együttműködésben elkészült egy koncepcióterv a repülőtér fejlesztésével összefüggésben. Ez egy körülbelül 14 milliárd forint körüli fejlesztés. Egyik oldalon ez egy takar, egy sport és üzleti célú repülőteret, tehát nem a régi nagy nemzetközi repülőtérre kell gondolni, hanem ez egy kis repülőtérnek a fejlesztését jelenteni. Ehhez kapcsolódóan mellette lévő te ipari park területen egy közművesítés, nyilván ez a kettő összefügg, mind a, mind a reptér, mind az ipari park területének a teljes közműellátottságát, beleértve a városfelüli bekötő útnak a szélesítését, megvalósítását is, illetve e, egy körülbelül az összeg felét tenné ki a becslések szerint egy 62-63-as es összekötő útnak a kiépítése. Ez a stráda déli oldalán, tehát a Sárbogárd felüli oldalon, Történne meg, és azt gondolom, hogy szintén fontos egyébként a város számára közlekedési forgalmat csökkentő beruházásként is lehet ezt értelmezni. Ez a kormány előtt van, ez a fejlesztési csomag, bízunk benne, hogy hamarosan elfogadást kap, de többször beszéltünk az Albatrosszal is, és most ezek az aláírások arról szólnak, hogy ameddig ez a döntés nem születik meg, és nem indul el ez a kifejezetten jelentős fejlesztés, addig is kis apró lépésekkel indítsuk el ennek a területegyüttesnek a a fejlesztését. Ez részben infrastruktúrát jelent, részben közművet jelent, részben épületeket jelent, részben új hangárt jelentene. Akár egyébként mondjuk egy repülőnapnak a jobb minőségibb kiszolgálását is tudná biztosítani. Ez azért egy sokkal beláthatóbb költségvetéssel rendelkező fejlesztés, 2-300 millió forintból megvalósítható lenne. Látunk ennek forrását, hiszen az abai önkormányzattól az önkormányzat már megvásárolt egy jelentős a repülőtérhez tartozó területet. Az ehhez kapcsolódó forrást az államtól meg fogjuk kapni, és ennek egy részéből ezt a, a fejlesztést vagy annak megindítását lehetne finanszírozni. Erről szól az aláírási év, és én úgy gondolom, hogy ez a következő egy-két éven belül egy elindítható és remélhetőleg gyorsan lezárható fejlesztést is tudna jelenteni. Érdemes talán azt is kiemelni, hogy ez a fejlesztés később részévé válhat a nagy fejlesztésnek, tehát nem az történik, hogy most pár évre hogy valamit építünk, és utána azt kidobjuk, hanem ez annak gyakorlatilag részévé lesz, és bízunk benne egyébként, hogy utólag akár elszámolható lesz ez a része is az állam irányába ezen fejlesztés keretében. Hogy akkor akár a nagy fejlesztés első ütemének is tekinthető ez a mostani, a maga a nagy fejlesztés a Modern városok program keretében. Arról vannak -e hírek, hogy az mikor indulhat meg, illetve mikor lehet ezzel kapcsolatban döntés is, nem csak ígéret. Az ITM-nél van a, nem csak a Fehérvári, hanem az összes vidéki repülőtér fejlesztésének kérdése. benne van a Szegedi, benne van a Békés Csabai, illetve részben a Debreceni. Nyilván az egy nagy repülőtérnek a továbbfejlesztése is. Ez egy csomagba fog a kormány elé kerülni. A miniszter úr arról tájékoztatott, hogy a minisztériumi elő Készítése az az utolsó fázisban van, és az egyébként általunk elkészített tanulmányterv és üzleti modell alapján fog a kormány elé bekerülni. Úgyhogy én, én azért abban reménykedek, hogy akár már idén megszületik ezzel kapcsolatban a kormány döntés. Azért is fontos lenne, hiszen vannak bizonyos korábbi engedélyek, amiket meg kéne hosszabbítani, mert lejárnak. Másodszorban pedig a nagy beruházásnak, az előkészítésnek a következő fázisa az a teljes tervdokumentáció elkészítése, és azért az önmagában legalább egy éves munkát jelent. Ez jobb lenne minél hamarabb elindítani, annak érdekében, hogy a nagy fejlesztés is pár éven belül meg tudjon történni. Úgyhogy most ez a döntés, hogyha itt tetszik, akkor több repülőtérre kvázi egy csomagban lesz várhatóan meghozva. Ebből nem szenvedhet-e átrányt később a város, vagy hát pont a reptér. Ugye ezt annak idején ígéretként kifejezetten erre a repülőtérre ő, ígérte be miniszterelnök úr. Igen, de a modellvárosok program keretében bekerült a többi város ilyen programjába is. Tehát nem ugyanarra a forrásra hajtunk városok, ezek különböző források. Mi azt terveztettük meg, még egyszer koncepcióterv szintjén, amiről annak idején mi az egyeztetéseket is lefolytattuk, és ami a megállapodás részévé vált. Egyébként az szerintem egy jó hír, hogy ugye ehhez nekünk meg kellett vásárolnunk ezt az abai területet, és ezt mi úgy vásároltunk, meg, hogy a kormány ehhez előzetesen a hozzájárulását adta. Ezzel is gyakorlatilag elismerve azt, hogy a fejlesztési terület bővítése az ebbe az irányba szükséges. Tehát én azért bizakodó vagyok. Ami valóban egy új elem, és nem szerepel a Modern Városok programban, és mi új elemként szerepeltettük, az az a bizonyos 62-es, 63-as összekötő út. Ez nem volt az eredeti programnak a része, ez közbe jött, mint javaslat. Egyrészt a repülőteret is könnyebben ki tudná szolgálni, az ipari parkot is könnyebben ki tudná szolgálni, még inkább erősíteni azt a lehetőséget, ami szerintem egy nagy lehetőség, hogy ez az a repülőtér, amelyik egy ilyen szintű repülőgépek fogadására úgy alkalmas, hogy senkit és semmit nem zavar, tehát semmilyen konfliktust gyakorlatilag nem fog generálni, de legalább ennyire fontos, hogy önmagában a város mindennapi közlekedését is tudja segíteni, hiszen már a strádáig se feltétlenül kell valakinek eljönni eh, ahhoz, hogy mondjuk a város egy másik részére szeretne elmenni, hanem egyszerűen ez az átkötő úton átmegy, és mondjuk a 62-es felől jön be, nem úgy, mint most, hogy el kell jönni a Széchenyi horvát István kereszteződéséig. Tehát ez, ennyiben van helyi közösségi érdek a repülőtéren túl is ebben az kapcsolatnak a kiépítésébe. Eh, így mi úgy tudjuk, hogy az ITM ezt elfogadja, tehát hogy ő így fogja a kormány elé terjeszteni, de mondom, ez egy plusz elem, tehát úgy korrekt, hogyha azért ezt elmondjuk, a repülőtér fejlesztés az egy ígéret, a 62-es, 63-as még nem, de attól még lehet belőle döntés. Most feltételes módon beszélgetünk, ha elfogadják ezt a döntést, és meg is valósul. Ez milyen fejlődési potenciál jár majd a városnak? Tehát milyen plusz előnyökkel jár majd ez székesérben. Ha a repülőtérről közelítjük meg a kérdést, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly turizmust okozhat és eredményezhet. Nem nagy 300 fős gépekről van szó természetesen, tehát nem erre kell gondolni, de azért egy 60-70 fős gépekig ezt a repülőteret tudnák használni. A kis gépek is, és egy kicsit nagyobb, mondjuk úgy, közepes gépek is. Ez nyilván hangár kell, viszont ez rögtön a szolgáltatás és annak megfizetését is eredményezi. Tehát én ebben látok egy turisztikai értéket. Látok az üzleti turizmusban igényt, tehát ott folyamatosan kapunk kérdéseket olyan cégektől, amiknek mondjuk külföldi tulajdonosa van, aki rendszeresen jár ide Fehérvárra, nyilván neki nem mindegy, hogy hova tud jönni, hol tudna, kell adott esetben autóznia. A sportban látunk lehetőséget, hiszen vannak olyan sportágak, ahol bizony a csapatok már repülőképpel közlekednek, és itt nem csak a labdarúgásra kell gondolni, hanem mondjuk az eberben játszó ékorunk csapatnál, vagy mondjuk a kosárlabda csapat nemzetközi ligába játszik, ott is lehetnek már ilyen elképzelések, illetve bizonyos rendezvényeknek a fejevára hozatalában is szempont lehet az, hogy van-e a közelben olyan repülőtér, ahol kis gépek legalább le tudnak szállni. Tehát ez a repülőtéri megközelítés, de van talán egy másik eleme, hogy azért az a tapasztalat, ahol a repülőtér van, még ha egy ilyen viszonylag kisebb is, akkor mellette azért a gazdaság, az ipar is erősödik, és miután közvetlenül a repülőtér mellett van egy több tíz hektáros ipari park besorolású ipari terület, aminek a közművesítése, legalábbis az alapközművesítés tekintetében ennek a beruházásnak része. Ez nyilván lehetőséget adna arra, hogy ott úgy tudna ipar települni, ami kicsit összefügg a repüléssel, ami mindjárt, nyilván magas hozzáadott értékű ipart jelent, ami, ami nyilván minden szempontból előnyös. Másodszorban pedig azt a lehetőséget is megteremti, hogy esetleg olyan ipari ágokba is gondolkodhassunk, ami ma a városon belül nem, vagy a város közvetlen környezetében annak hatása jókán nem elképzelhető, de így viszonylag messze, több kilométerre a város szól, ugyanúgy, hogy a reptér nem zavarna senkit, ugyanúgy mondjuk ez a, ezek a tevékenységek sem zavarnák a fehérváriakat. Egy-két éven belül akár el is készülhetnek a beruházással a reptéren, aminek a becsült értékek 2-300 millió forint lenne. A fejlesztés később pedig részévé válhat a Modern Városok programban foglalt 14 milliárdos fejlesztésnek is. Ennyi volt már az esti, legköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!